Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez a felvétel egy havi jóslás április hónapra az oroszlán jegyben születetteknél. Először is mondanék hozzá valamit az asztrológiát illetően. Az oroszlán jegyénél most tükröződik valami, mégpedig ami a szerelmet illeti. Kell a belső egyensúly. Itt van egy arany szabály is, ne túl sokat, ne túl keveset. Az azt jelenti, mutasd ki ugyanaz érzelmeidet, de ne túlozd el, hanem az is fontos, hogy ő is közeledjen hozzád. Ami még tükröződik az oroszlán jegyénél, az egy ilyen bírósági ügy lehet, ahol valamit még rendezni kell, valamit összehasonlítani. Itt is tükröződik számodra valami. Az is lehet, hogy benne vagy egy bizonyos helyzetben, és te ezt eddig igazságtalanságnak láttad. Itt kell újra a belső egyensúly, az is, hogy védd magadat, de ne túlozz el semmit. Ami most tükröződik, ez a belső egyensúly. Április 1-én új hold van. Az mindig azt jelenti, húzódj vissza, meditálj valami felett, ezúttal gondolkodj el azon ki, hogyan befolyásolja az életedet, vagy az ő életét. Április 16-án teli hold van, ami megvilágít valamit. Itt egészségügyi témákról van szó, a gyógyító erőről, vagy arról, hogy rendezni kell valamit. Április 30-án újra új hold van. Itt az a fontos, hogy gondolkodj el azon, hogyan tudnád befolyásolni az eseményeket, hogy előre menjenek a dolgok. Április 4-én Mars bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Mars jelentheti a te erődet, de jelentheti a lelki társadat is. Szaturnusz bolygó hatása alatt vagy arról van szó, hogy vannak még korlátozások, vagy Szaturnusz bolygó segít abban, hogy kialakuljon valami. Mars és Szaturnusz bolygó jelenthet egy idősebb férfit is. Április 12-én Jupiter bolygó és Neptun bolygó hat együtt. Ha itt álmokról, reményekről, szerelemről van szó, akkor meg lesz a szerencse. De Jupiter bolygónál lehet egy bírósági ügy is, és mivel Neptun bolygó kihat az eseményekre, akkor itt olyan, mint egy fátyol, tehát átláthatatlan valami. Április 18-án Merkur bolygó és Uranus bolygó együtt hat, ezek lehetnek beszélgetések és változások. Április 27-én Vénusz bolygó és Neptun bolygó együtt hat. Ez kihat a szerelemre, itt van egy álom, ami megvalósulhat, ha hiszel ebben. Amit még jelenthet egy kreatív tevékenység, az intuíció, az inspiráció. Április 30-án Vénusz bolygó és Jupiter bolygó együtt hat. Ez szerencsét hoz, különösen a szerelmet illetően, de utal arra is, hogy ezen a napon mi hölgyek ne túlozzunk el valamit. Április 30-án, tehát ezen a napon lesz egy nap Finsternis, és finszterniszeknél mindig kármikus témákról van szó. Még mindig április 30-ánál vagyunk, Plutó bolygó megáll, utána visszafele mozog,
Itt a múltról lesz szó, karmikus témákról. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit üzennek a kártyák, felhívnám a figyelmedet arra, hogy megrendelheted ezt a jóslást. Akkor az személyes és hozzád szól. A díjam 3500 forint. És most megtekintjük ezt a kirakást. A sarokkártyáknak mindig van egy fontos jelentősége. Különösen az első kártyának. Itt látható a nap. Természetesen utalhat a nyári hónapokra, hogy attól kezdve lesz szerencséd. De amit a nap még jelent, hogy megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. De mellette ott vannak az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, tehát eltávolítanak bizonyos kártyákat. Az egerek mellett itt vannak az utak, az utal döntésekre, de mivel az egerek ezt felfalják, ez túl korai lenne április elején fontos döntéseket hozni, mert az egerek eltávolítják a napot is, tehát valami még átláthatatlan. Kell egy kis idő, amíg itt tisztázni tudsz valamit. A téli hónapokban voltak problémák, nehézségek, korlátozások, hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy. Abban az időpontban, tehát télen még nehéz volt ezeket rendezni, de most tavasztól fogva itt kivirágzik valami, vagy kitisztul valami. Tehát rendezni fogod a dolgokat. Bizonyos események még átláthatatlanok, de május hónapig javulni fog a helyzet. Ami még történik április elején, a hold kihat az érzelmeidre, itt a virágcsokor jelenti a kisugárzásodat, a nap is, és a nőiességedet, a szépségedet. Azt is jelenti a hold, hogy megkapsz valamit, és ez a virágcsokor, ez lehet virág, vagy lehet egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívás, vagy egy ajándék. Ez a gyűrű jelenthet eljegyzést, vagy egy házassági ajánlatot is, de azt is jelzi, hogy valaki visszatér hozzád az életedbe, és itt a kutyáról, tehát barátságokról van szó. Ez lehet egy barát, vagy egy barátnő, itt egy meghívás, egy ajándék, egy kellemes meglepetés. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a kártyán, a férfi itt látható, ez utal a férfiakra, vagy a nőknél utal a lelki társra. A fej fölött lévő kártyák jelentik a gondolatokat. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a gondolataidban megjelenik ez a kutya, ez utalhat házi állatokra is, mint például kutya vagy cica, de jelenti a hűséget, jelenti a barátságot. És itt ez a virág az ártatlanságot, a tisztaságot, vagy azt, hogy egy barát vagy egy barátnő jelentkezik nálad, és rendezni akar valamit, így kitisztul valami, és kiderül az igazság. Ha egy férfi vagy, vagy utalhat a lelki társadra is, az ő gondolataiban megjelenik ez a mozgás, ami előre viszi az eseményeket, de lehet sport vagy autó is. Ami őt még gondolatban foglalkoztat, itt ez az ostor, ami utal fájdalmas emlékekre, nehézségekre, valami vagy valaki, aki megbántotta őt. Itt a háttérben megjelenik a ravasz róka, és itt voltak hamisságok. Valaki hazudott neki, vagy becsapta őt. Az is lehet, hogy volt itt egy bírósági ügy, vagy egy hivatalos ügy.
és nagyon nehéz volt, különösen a téli hónapokban, de most tavasztól úgy tervezi, hogy lesz itt mozgás, előre mennek a dolgok, és ez a hajó utal arra is, hogy megvan erre a remény. Nem csak a hivatalos dolgok foglalkoztatják őt, hanem a munkája is, hiszen ez a horgony jelenti a munkahelyet, a hivatást, itt lesznek szerződések, előre mennek a dolgok, és itt van a remény, ez lehet külföldi kapcsolat is. A következő sarokkártyán itt látható ez a kisfiú, aki utalhat gyermekekre is, de jelent egy új kezdetet. Itt anyagiakról van szó, hiszen a halak utalnak a pénzügyi dolgokra. A halak fölött viszont ott van a felhő, ami azt jelenti, valami még átláthatatlan, holott rendezni kellene az anyagiakat. Itt alattad megjelenik ez a kígyó, ami utalhat mellékutakra is, hogy mellékutak által jön pénz a házhoz. Vagy jelenthet egy gyógyító erőt, lehet, hogy ez a hivatásod, és ez egy új kezdet, pénzt fogsz érte kapni. Amit ez a kígyó még jelenthet, a gyógyító erő, a változások, a megújulások, mint egy újjászületés, amit ez a kisfiú szintén jelent, de ez a kígyó lehet egy nő is a környezetedben, hiszen itt van egy sorban vele ez a ház, de ez a horgony is. A horgony lehet a munkát, a munkahelyet jelentheti, tehát ez a nő lehet egy kolléganő, de mivel itt megjelenik a ház is, itt ez a nő a környezetedet jelenti, a szomszédukat vagy a rokonokat. Ez a hölgy gondol rád, hiszen megjelensz itt a gondolataiban. Barátilag közeledik hozzád, de mivel a háta mögött ott vannak a halak, itt valamit rendezni kellene, ami az anyagiakat illeti. Ha itt személyekről van szó, ez lehet két különböző nő is. Az egyik jelenti a kolléganőt, a másik pedig valakit a családból vagy a környezetedből. Légy óvatos, ami az anyagiakat jelenti, hiszen itt van ez a felhő. Ez a felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet, vagy a múltat, vagy a jövőt. Ha múltról van szó, akkor gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, ami a családot illeti, vagy az otthonodat illeti, ami az anyagiakat és ezt a nőt illeti. Amennyiben a jövőről van szó, akkor vannak itt nálad tervek, itt van a gyógyító erő, és fél éven belül itt van nálad a nyilvánosság, megkapod az elismerést, és javul az anyagi helyzet. Te légy még kicsit türelmes. Amit ez a nyilvánosság jelenleg jelent, hogy mások odafigyelnek rád. Itt megvannak az érzelmek, mások szépnek látnak téged, de ez számodra még átláthatatlan, tehát te ezt nem veszed észre. Ennek ellenére vedd kezedbe ezt a kulcsot, itt van a kapcsolat a kulccsal, és ez jelenti a te magabiztonságodat, és ez a kígyó akkor a megújulásokat, a változásokat nálad. Itt nyílik egy új ajtó, ez számodra egy jó lehetőség, javul a helyzet. Ez lehet költözködés is, hogy ez a kulcs ehhez a házhoz tartozik, és itt megjelenik ez a szerződés. A következő sarokkártyán látható a koporsó. Ez jelenthet örökösödési ügyet, itt vannak változások, ami szerencsét hoz. De ez a koporsó jelent régi dolgokat is.
mint például a koporsó és ez a könyv, egy könyvet a múltból, vagy a bölcsességet. Itt lehetnek kármikus témák is, ami utal a tudásodra, a tehetségedre, nem csak nálad, hanem nála is megvan itt ez a tudás. Azt is jelentheti ez a könyv, hogy ő a múltban zárkózott, volt olyan titokzatos, ezt most a koporsó lezárja, ez elmúlik ez az időszak, és a gólyák jelentik a változásokat, és itt van a szerencse, a szerelem, a nyitottság, a kommunikáció, és köztetek megjelenik a csillagkép, ami szintén szerencsét hoz. Azon kívül itt ez a ház utalhat egy közös otthonra is. A következő sarokkártyán látjuk a ravasz rókát. És mivel itt nehézségek voltak a tél folyamán, korlátozások, vagy bizonyos hivatalos dolgok, egy bírósági ügy, itt ez a kép jelenti azt, hogy ez fájt neked, mert valaki megbántott téged, valaki becsapott téged. És itt ez a medve jelenthet egy bírót is, aki igazságtalan volt veled szemben, vagy veled szemben, de jelenti az élet erődet, mivel ott itt sok fájdalom van a múltból, és ezek a hamisságok, így nincs meg még április elején ez az életerő, különösen nála. De szerencsére megjelenik itt a kassa, elvágja a hamisságokat, eltávolodik ez a kártya, a nehézségek, a problémák, a korlátozások, ez a bírósági vagy hivatalos ügy, ezek a fájdalmas emlékek, amire ő még mindig gondol, de nagyon jól látja a jövőt, hiszen bízik abban, hogy itt előre mennek a dolgok, lesz egy jó munkahely, egy munkahelyi szerződés, külföldi kapcsolatok. Ez a kép nem csak az utazásokra, külföldi kapcsolatokra utalhat, hanem egy belső útra és egy spirituális területre. És itt van mögötte a könyv, ez jelentheti az ő tehetségét, az ő tudását, bölcsességét is. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét április hónapban itt látható a képen. Még kell egy kis idő, amíg döntéseket hozhatsz, amíg kitisztul valami, vagy tisztán látod a dolgokat. De ez az irány, és hamarosan rendeződik itt valami. A tél folyamán, amire ez a kártya utal, voltak nehézségek, korlátozások, hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy. Itt van a ravasz róka, ami utal a hazudozásokra, vagy arra, hogy valaki becsapott téged, vagy őt, és a medve jelenti azt, hogy olyan fáradtak, kimerültek, voltatok mindketten ebben a helyzetben. De most tavasztól javul a helyzet. Második hét, április hónapban itt látható. Megkapod ezt a virágcsokrot, ami jelenti a szerencsét, egy kellemes meglepetést, egy ajándékot, vagy egy meghívást. Valaki visszatér hozzád a múltból, a kutya jelenti a barátságokat, ez lehet egy barát, vagy egy barátnő, ez a hölgy gondol is rád, és jelentkezik nálad, meglep téged. Ez egy kellemes hír, és jó beszélgetések. Amit ő foglalkoztat, az a hivatalos dolgok, itt megjelenik ez a torony, utalhat ezekre a hivatalos dolgokra, amit rendezni akar, de itt megjelenik mellette ez a horgony, az pedig utal a munkájára, a hivatására, ő úgy tervezi, hogy itt előre mennek a dolgok, lesznek szerződések, külföldi kapcsolatok. És ez a sarló szerencsére elvágja
ezeket a hamis dolgokat az ő múltjából. Vagy ő zárja le ezeket a dolgokat, emlékeket vagy kapcsolatokat. Harmadik hét, április hónapban itt látható. Megkapod az elismerést. Mások odafigyelnek rád. De te ezt nem veszed észre, mert itt van előtted a felhő. Az is lehet, hogy valaki visszatér hozzád, amit átéltél fél évvel ezelőtt. Mire sikered lesz, és látod azt, hogy megvan az elismerés, az fél éven belül fog bekövetkezni. A hátad mögött itt látható a lelki társad, figyel téged, itt szerencse lesz, változások, egy közös otthon. Úgy alakulnak a dolgok, ahogy a csillagképekben meg van írva, vagy az Akasha krónikában, ebben a titokzatos könyvben, ahol le vannak írva a sors utak. Itt lesz változás. Ez a könyv utalhat a tudásra, vagy továbbképzésre, de jelentheti az ő zárkózottságát is. Április végén ez megváltozik, hiszen beszélni akar veled, itt a szerelem, nyitott lesz érzelmekről beszélni, és a gólyák jelentik már itt a változásokat. Utolsó hét, április hónapban itt látható. Lesznek újdonságok, anyagi dolgok, amit rendezni kell. Ez a hölgy gondol rád, itt lesznek fontos beszélgetések, különösen ami a pénzügyi dolgokat illeti. Itt lesznek fontos döntések is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Ezek lehetnek így mellékutak is. Itt kinyílik egy ajtó számodra, ezek a lehetőségek, itt megvan a gyógyító erő, és szerencse a szerelemben. Ez a koporsó jelentheti azt is, hogy eddig még minden olyan nyugodt volt, nem mentek előre a dolgok, az most itt megváltozik, szerencséd lesz, lesz ez a könnyűség, a kommunikáció visszatér hozzád, amit ez a koporsó még jelenthet, egy régi szerelem, egy ilyen kármikus kapcsolat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!